Devi Studio csatornáján. Sziasztok! Sziasztok! Már megint elég. Na hát, változatlan a téma. Jó. Milyen energia fegyver? Amit izé, lő ilyen tüskéket. Aha, az van neked még. Aha. Na, az jó fegyver. De most tudom, hogy milyen fegyver nem van. Vagy az más, nem tudom. Talán már azóta változtattam. Hó. Ez egy ilyen karó, karó lövő. Ó, szóval így működik. Jó, rájöttem, hogy ott kell működtetni a fegyvernek. Nyom. Egy kis hó. Tényleg ebben a játékban soha nem mosnak fogad. Melyik játék? Hát ebbe. Hát megyünk már egy izé. Hány órája megyünk már benne? Fogad nem kéne mosni jó? Étkezni esetleg. Egyik játékban sem is fog mosni. Hát nem is esznek, akkor miért mossanak fogad? Ja igaz, tényleg. Most ilyen izék, ilyen saját magukat eszik meg belülről. Hát nem úgy, mint a Stalkerban például, ott tenni is kellett. Igen, tőle. Igen, azért valósághű volt. Igen, arra is ötök. Tenni, meg elfáradt, meg izé, meg futottál, kimerültél. Én végignyomtam az első Stalkert, ez nagyon tetszett. Nem jó volt. De jó, én meg nem. Hangos. Pedig nekem is tetszett csak. Hogy miért nem vittem végig? Elkezdtem, aztán abba hagytam, utána vittem. Jó volt. Utána azért tetszett nekem, vagyis nem vittem végig az elsőt. A pripaty vagy mi az? Van egy az, aha, a kiegészítője, vagy nem is tudom. Uh-huh. Hú, abban amikor mutatták az azért, hogy esik az eső meg minden, ahol mondom anyám. Nagyon jó volt. Ja. Csak nem visszajöttünk, ja nem? Akár úgy is, de jól nézett a játék, szerintem. Ez az biztos, hogy jól, nagyon, nagyon jó. Meg jók voltak benne a mozgások is, a kommunikáció is, minden. Az arcmozdulatok, a mimika, minden. Hát mondjuk... nem ilyen. Ugye élethűbb volt sokkal. Persze nem mindegyik, csak ugye akikkel beszélni kellett. Don't get your hopes up. Általában a játékokból pont azt hagyják ki, hogy... Na, hát... Ami a mimikát illeti, szerintem az... Az Nolár, vagy micsoda, az nagyon király volt. Attól én még jobbat nem láttam. Igen. Iszonyat jó volt. Hát igen, az a játék mondjuk elég veszélyes volt. Mármint úgy, hogy nem volt könnyű. Nem, figyelni kellett nagyon. Igen, nagyon, meg nagyon fel kellett is... Nagyon fel kellett ismerni azt, hogy most mi mit is jelent, meg mi mit akar. Én azért, amikor ott a csaj a cipőboltban, hogy megölték a csávot. Hát mit szaladgáltam ott körbe-körbe, mire megtudtam, hogy mit is kell csinálni. Mert ugye én angolul próbáltam, azután már megjelent a magyaros utás. Úgyhogy úgy is próbáltam, és tök jó volt, úgy már ment. De ez teljesen más. Persze úgy könnyebb volt, de úgy sem volt könnyű. Na, hú, nagy, nem volt könnyű. Mert ugye az arcot hiába most mondja magyarul a dolgokat, hogyha a izét meg nem tudod eldönteni, hogy most hazudik vagy nem. De ez jó volt, mert tényleg ott fontos is volt az, hogy ennyire jó legyen a mimika. Ja, most itt megmelegettünk csak. Igen. Akkor itt most mit is kellett csinálnunk? Ja. Ja, itt felmegyünk a létrán. Ennyi főnök, te vagy a... főnök. Nem, itt Ellie a főnök. Jaj. Ó,
de elcseszték azt a rohadt izét. Most eszembe jutott, hogy akkor a négerrel most, ha lehetünk a DLC-be, akkor miért nem csinálták meg úgy, hogy kóba, és akkor a négerrel lehetnétek. A fekete szakállal akarok vagy lenni. A fekete, vagy választottak ki, akkor nem multiplier a buzisák, hogy ugrabugrálunk össze-vissza, egymást öldössünk, az úgy nekem nem tetszik. Az, hogy vinni végig a történetet, az úgy már sokkal is kettem. Szerintem élvezetesebb is, mert nem az, hogy egyedül végig majmolod az egészet, nem, hanem lehet dumálni is közben. Azért így teljesen más játszani is, más élmény. Hát biztos. Lehetne igazán fó. Hát én elvárnám minden játékban. BF4-be sincs kóp, hát kibondokat. Kihagyták, belebaszták azt a Commander módot, hát úristen. Úgy szidják, mint az állat. Hát egy, például nekem nincs tabom, szóval már esélytelen a dolog, úgyhogy hagyjuk. Csak Commander mód az kimarad, akkor megveszed, ha nem. Meg nincs Battlefield 4-en, szóval. Izé, figyelni kell, mert valamelyik hónapban akcióba lesz 5000 forintért. Mondta izé az egyik haver. Azért nem mindegy. Hát most 5000. Hát nekem sincs. És tök mindegy. De az jó ajánlat, de nem. Kénytelen vagyok kiparadni felül. Kár, hogy az izé nem fizet. Már lassan 8000 forintommal lóg ez, ahol átmentem ebbe a partner cégbe. És most ha azt kifizetnék, akkor vennék két Battlefieldet, ha 5000 ér, és akkor megvenne neked és nekem, és ezt akkor mehetünk nyírválni. Az a fegyver tudod. Hát, meghaltam. Majdnem. Várjál, érkezem. Oké. Milyen a fegyvered? Zeném az ilyen... Hát ez nem igaz. Ketten vannak rajta. Ez egy a momokút. Jó az a fegyver, amin van. Hát az enyém meg egy nagy darab lószar. Jó, igen, meg kell szörözni ezt a kártyát. Ajha. Jó, jó. Na gyere te majom! Gyere hát! Szélye hasítod! Gyere föl, mert meg fogsz fagyni. Én is meg vagyok mindjárt. 19, 18... Meg vagyok. Vagy, vagy... Áááá! Ne gyere fel, nincs itt semmi! Ja igen, tényleg hiába megyünk. A izében, most játszottam a izével is ma. A Hitman-nel. Ott jutott eszembe, hogy... Kurva életben, hogy nem tud csúszni a, izén, a létrán. Meg fogunk hagyni. Én is. Jaj, nem. Jó, már beérünk ide. Feladok. Kurva jó. Gyere. Mit van rajta? Na jó. Gyújtsunk be. Tüzet neki. Na, no, milyen az új Hitman? Ja, hogy lehet? Vagyis a tavalyi Hitman. Igen, nagyon jó szerintem. Igaz, régiek az... nagyon bagosak voltak, olyan... Bénám. Ez szerintem meg egyáltalán. Hát van benne. De nem sok. Nem tudnak szemügyi a spárkó valahogy. Pont kifogyott a fegyverre adunk. Ah, pont egyszer előtt kifogyom. Na jaj. Na. Mindig fogalmam nincs, hogy hol kell menni. Hát erre felé. Ja igen, itt az már nem. Milyen szalt, hogy jön. Aaa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 a
Hova repedted, szegény? Kirepült a világ. De jó volt. Tényleg, még nem láttad ugye a Tácsa 4-es. Jó. Ja, még nem. Ó. Az is elrepült, elég keményen.
Ja, hol van ez? Na, hát már jól hát nem akar rám meghalni. Miből vannak ezek? Ja, hogy ez ki tud folytni? Aha. Viszed magaddal? Na. Nyilván ki. Kell az ajtó. Vagy a meleg. Jaj, itt az, az ajtó. Mindegy, mind a kettő kell. A meleg is, meg az ajtó is. Gyújtsál már be, papa! Meleged, rakd meg a kandalló. Lusta voltam. Vágjad ki a fát, menjél! Hova nem magyarázza, kus hagyj el. Kus hagyj el. Mondom, nem magyarázz el. Dobd át nekem azt a bigyulát, azt a henger. De milyen érdekes, innen nem lehet leszedni a henger. Aha, valami lesz, várjál. Nem tudom átjuk. Aha. Na, megvan. Ennyi nem kell. De én nem tudom felnyomni rá. Ez milyen béna ez a izé. Na, most nézd meg. Fogadjunk, te elsőre felrakod. Na, fönn van. És most? Zárva. Várj. Valamit be kell nyomni, nem? Jajajaj. Megyek vissza. Be kell indítani a generátort. Jajajaj. Elfelejtettem. Na, most már jó. Na várjál, most hova jutunk ki? Most jön, megállt a lift. Jó, most gondolkozik a lift, ugye? Most vajon menjek, vagy maradjak? Azt mondod, és azt mondja a másikat, hogy ne hagyd, hogy a nő elvegye a figyelmedet. Azt mondja, hogy nem vagyok beteg. Neki ténylegesek az érzelmei elég az iránt. És kell ez a szerelmes rész bele. Szerelmi szál. Ja, hát az aztán. De azt bírom, hogy a Dr. House is mindig már azzal próbálják feldobni a évad végére, hogy összejön Kadival, vagy sem, vagy szakít vele, szóval. Mindig ezzel a szerelem. És eszembe jutott a második résznek a vége, hogy ott ugye egy ilyen űrhajón kellett végig szaladni az egész fedélzeten. Sőttek egy csomóan szemből vele. Ez is jó volt. Én nem játszottam végül a másodikat. Mindig elkezdtem. De az első jó. Gyerekek, lehet lőni. Hoppa. Hát. Hát a majom. Hiába nem tudok ebben. Azért meggyújtottam egy kicsit. Várjál, mert kenőzsírt fel kell venni, mert beragad a fegyver. Anélkül nem indul a fegyver. Még gondolkodik. Ha legalább tudom, mivel kell lőni. Eddig nem tudtam. Mármint hogy nem tudtad, mivel kell lőni? Mármint ilyen gránát. Ja, hát a középsőek is. Igen, de nekem nem működik. És a görgő. Látik. Na. Aj, már meg!
van nem cucc annyi, mint a szemét. Mindet felszettem. Na, meg ilyet is, meg ilyet is, meg olyat is. Jól van, mehetünk. Addig énekeljük. Most már merre. Hát ez egy vidám játék, na. Igen. Mókás, mókás. Ott van az út. Ez azért van itt, hogy mert itt, hogy... Jaj, ez a kedvenc rész. Várd meg, amíg lesétálok. De én nem akarom. Én már menni akarok. Miért nem lehet lecsúszni most, mit? Tényleg kidolgok a hülyeségét. Mit csinálsz? Én nyitom a macsinát, én. Nee. Nem igaz, hogy én itt szarakodok vele. Csak nézem 5 centiről. Na, mindig nem lesz jó. Hát csináld már meg. Én amikor nekem... Vezzeg, amit fölvettünk először, az elsőre sikerül. Az elsőt elfordított, a másodikat is kép. Most már jó kell, hogy legyen. Igen. Hát tudom. Hát, jó. Na. Jó, várjál, mert jön vissza. Nem indul annyira be. Jó. Az mi? Na, mi van, megállt? Ne, szakadja meg a kapcsolatot. Gyerünk már, hogy neki internetet gyerünk. Ne, és megszakad, fogadjunk. Nem a fene. Nem akar megszakadni, de el sem akar indulni. Te már ott vagy. Aha. Jaj! Mi az? Ne hallj meg! Nem hallok meg. Csak rosszkor állítottam meg ezt a szart. Na, itt vagyok. Na, hol megy? Ja? Ja, mi van? Már én nem vagyok tisztában, hogy hova kell menni. Te már pörgetsz minden. Na, összejön. De ne jöjjön meg. Ó, jó volt, egye vissza. Még, aztán a felső. Hát. Most a felső. Úgy jó. Oké, meg van egy jó. De várjunk, most fognak jönni ezek a... Van tartály. Jéd a bal annyiba, jobb abla. Öltsünk neki. Jó napot! És ők bírnak érni. Egyből headshot, aztán annyi. Az a gránát volt? Jó. Na, ennyi volt. Ennyi? Kész? Ennyi. Na, nem is volt kihívás. Hát ez nem. Aztán semmi sem volt. Na, most. Jaj! De megijedtem, aztán meghalok. Rosszkor lett stázis. Na, stázis újjunk akkor. Hát. Stázis késés. No. Á, mellé lőttem. Az meg. Én is. Úgyhogy jó volt. Jó lesz ez. Igen. Nincs több. Kifolyja. Nincs több. Ez jó. Nekem van. Még egy lövésem. Na, akkor azt... Val-
valahogy el kell találnod rendesen. Oké. Okay. Az, az, az. Jön. Oh. Már megint lépte. Ecsén. Jé, most meg automatikusan újra töltődött, érted? Amikor nem kell, akkor újra töltődik. Mhm. Egy bizonyos idő után, igen. De várjunk, attól függ, hogyha van neked 100 is. Nálam van. Hát akkor használnál fel, nem? Majd. Na. Oké. Okay. Jaj, bocsánat. Semmi. Ezzel a hülye? De mindig escape-et akarok nyomni. Tap hely. És komolyan mondom, 6,5 óra alatt ez az első, vagy ez az egyetlen olyan, amivel találkoztunk. Ja, ahol meg... kettő van. Megvan az összes ruha már. Ja, igen. Hát melyik, e... melyik volt az utolsó? Ezeket meg is figyeld. Mi rajtunk most a legjobban. Igen? Aha. Faj. Mennyi. Nem, akkor nem a legjobban, hát rajtad a sárga ruha van. És az a sárga ruha, ez baromi jó. Igen. Igen, és rajtad pedig az a piros van, az az utolsó. És az jó. Akkor én váltok ruhát. Ja, igaz, kell a hőruha. Váltsuk le a jó ruhát. Na, tessék itt. Ha ugyanaz a ruha lenne rajtam, de jó, mindegy. Elvőr. Miért nem akar ezt kinyílni? Ruha szükséges. Na, van a végén. Igen. Igen. És az melyik? Az is jól néz ki. Akkor ez lesz az. Nekem nyílik. Akkor kár volt, nekem ízlően nekem játszadózni. Na mindig. De téged is ellenőrűz szerintem. Na, igen, itt bezáródik. A fene elné meg. Akkor itt a hőruha. Jelz, az meg kapucni is. Így át tudtál volna jönni. Nem baj, most már készül. Lokátor. Jó, van már lokátor, nem kell negyesen, igen. Aki magyar. Partnerre várakozás, hát itt vagyunk mind a ketten az ajtó. Egysém, ez a liftezés, te. Figyelj! Mit akartam mondani? Ja, igen. Ja, hát elég sokat domáljuk a játékot, azt vettem. Azt vettem észre, de egyébként senki félre ne értse, de ez, na, ez egy jó játék. Csak úgy, na, vannak bizonyos dolgok, amelyeket ugye észre leszünk, és néha szúrja a szemünket, igaz? Így van. Hát, ami szúrja a szemünket, azt meg kell mondani. Igen. Alapvetően jó játék. Akarsz itt, hogy jönnek? Olyan nagy a fejem ebben a ruhában, nem? Nézd meg, mekkora feje van. Akkor a sisak. Mint egy ilyen izének. Na, fúj a szél. Eddig nem fújt a szél, most fúj. Na, végre bejöttünk a melegre. Már megint szkennelődik. Mit tud ez itt szkennelgetni? Hol menjünk? Arra lesz az út. Biztos vagyok benne. Mi az? Viharrendszer, mi az? Nem fontos. Nem fontos, mi csak menjünk. Bírom ezt a szükségtelen hitkolózást. Teljesen halott. Van egy olyan érzésem, hogy mindjárt valami le fog szakadni. Jó?
Nem véletlenül. Hát nem robbasztotta fel. Fölfelé létrán, szerintem. Ezt elmegy a létra mellett ez a kör. Na, még elkezd magát a másik, teljesen jó. Van ám itt húzat. Remélem ilyen tél nem lesz nálam. Én is remélem. Mert akkor aztán, na várjál, ha... Na, leesett a doboz. Láttam pár képet, hogy a múlt nap, talán tegnap ugyan, hogy ilyen, ilyen egy perces hóvihar volt, kb. Uh-huh. És akkor utána napsütés. Az gyönyörű. Akkor elraktam régen, hogy mindig ilyen hatalmas kók voltak, vagy havak. Rengeteg. Hú, meg átfújás, meg mit tudom én, baromság. A kertünk az úgy nézett ki, mintha izé lenne. Ilyen északi sarkon lennél, ilyen... Tudod, azok a... vagy mint a dűnéknél. Ja, hátunk. Mindegy, itt. Innen veszem, az kész. Jó. Innen veszem, az kész, az most muszáj, hogy belegyed. Ja, innen is kell. Na, hát akkor teljesen. Jó, szuper, jó, menjünk akkor, hogy tudjuk. Kulisszatitkok. Elégettem a rohadékot. Na. Egy tör. Nincs több adalékom. Hát az a felső fegyverzet az nagy lószal. Ez a gépfegyver. Uh-huh. Semmit sem ér. Nem túl hatékony. Nem árt, nincs, itt vagyok. A legszebb hely a játékban eddig. Igen. Amúgy a grafikát nem lehet különösebben fikázni, de annyira dicsérni sem. Szerintem. Igen, mert hát lehetne jóval, erősebb is. De akkor meg már akadna, meg az lenne a baj. Jobb ez így, inkább legyen jó a játékélmény, és a grafika is legyen jó, optimalizálva. Ez a legfontosabb egy játéknál szerintem. Igen. Jól nézzük, hát amikor... ki, ne akadózom, mint az Atom. Hát figyelj, 160 FPS-sel megy, szóval jó. Akkor neked nagyon jó. Igen. Hát jó, alacsony felbontással. Ennyi, így van. De nem baj. Szerintem a tiéd meg bírná még a Full HD-t, mert a tiéd az ugye 2 GB-os. És szerintem az enyémnek az a baja, hogy elfogy a memóriája. Én nem tudom pontosan, hogy mi, hogy függ össze az egész, de... itt van a ruhafülke, és majd pedig... Hát a Need for Speed-nél például ott nagyon elfogy. Ott inkább már ott belassul a játék, szó szerint. Felvételnél nekem is belassult egy helyen. Egy helyen belassult. Nem tudom, amikor egy ilyen... amikor onnan úgymond kimentem, akkor ment. Tök simán ment a harc 30 FPS-sel. És akkor... utána meg annál az egy helynél, ahol ilyen épületek voltak, ott kész. Na, jó éjszaka. De láttam ilyen nagyobb oldalaknál, Other World-nél is például felvételt róla, hát... láttam, hogy nem volt neki sem a legjobb a dolog, FPS. Látszott a videón, hogy beakadt, tudod, vagy ilyesmi. De hát ugye 30 FPS-re van csak állítva. Na, hát ezt jól megcsináltam. És akkor meghaltál. Jó, beledurrantottam a pofájába egyet. Csak pont behúzta a izét. A bütykeid. Na, gyere csak, rohadd meg. Gyere. Ez jó volt.
és már is leszakadt, és már csak egy van, és azt is lelőttem. Király. Király. Nem, még a szájából is előjön egy pár dolog. Na, és most megadja magát mindjárt. Ah! Haha. Mi az? Bukfencezzünk, bukfencezzünk. Ah, menekül. Lelőtt. Nem baj. Hova lett? Hova lett? Vajon hova lett? Ja, itt izéltük. Hát pedig itt dumáltuk még azt is, hogy ez... Hogy nem látták meg ez... Hát miért nem látták, amikor itt van? Mm. Szóval ott megy. Lehet fogni a ködre, jól van. Hát akkor is gáz. Ja, már megint. Ne, az elit baszta, az már bazd meg. Hagyjad már azt a leány békén. Hallasz, anyám. És az egész játék végig szerintem ez lesz. Hogy Ellie, Ellie hol vagy? Ellie elmegy kirándulni, bazd meg. Kikapcsolódik Ellie, hagyd békén. Ja, így az emberiség, úgy az emberiség, hogy ne Ellie. Itt fent mi lehet? Nem, mert tök felesleges már menni, mert csak szaladjunk, az a lényeg. Csak... Mert csak lépcsőzünk, spóroljuk meg azt a lépcsőt, és fogunk eleget. Jaj, ez meg milyen tetű lift. De most legalább kommunikálnának. De nem, még az sem történik. Most ment. Az a legjobb a mentés. Nekünk az a legjobb, ha ment. Igen. Eli már, futás. Hol vagy, Eli? Ja, most megyünk arra, izé fele, a gőz kazán fele. Gőzkazán. Hát most hogy mondjam? Most is mentett. Na megint. Na most meg annyiszor ment, mint a húzat. Hát most meg viszont nincs hova menni. Ott de. Oda kell. Na. Isaac. Mi van veled? Ja, én meg magyarázok, aztán itt a izé. A mikrofon fel volt hajtva, és mondom, hol van? Most már más a hang. Azért? Eddig is hallottalak rendesen. Hát akkor jó kis mikrofon ez. Ahhoz képest, hogy 3000 forintos fülhallgató. Igen. Szerintem nagyon megérte. Ahhoz képest, hogy a 30-40 ezres kb. Tud ilyet. Mm-hmm. Mert tényleg se nincsen zaj, se semmi, tök jó. Na, szerintem is. Csak szép tisztán veszi fel a hangot. És ez mi a fontos? Hát ez. Egy a fontos, hogy a hangot szépen tisztán vegye fel. Ne recsegjen, ropogjon. Milyen feje van annak a izének, csajnak? Akkor orra van neki, mint valami izé? Hát a néger orra van, na. A négereknek ilyen széles orruk van, olyan nagy lapos. Na majd intézek, majd én intézem a fülét, majd én letépkedem a fülét. Várjál, már elindultam. Isaac mindent intéz. Isaac mindent. Lecsavarozza a fülét. Na. Akár. Tudom, micsoda terepasztal. Észre se vettem. Erre. Fél nap, mire megmozdul ez az ajtó. Na, hála Istennek. Na most megyünk oda, valahova. Már megint. Átvezető. Vede jó. Most jönnek a kommandósok. Azt mondja a filmkiller, vede jó. Micsoda? Vede jó. Nem van videó, vede jó.
És akkor mi van? A videó, videó, videó. Ez a Mike Reims, azt mondja Mike Reims. Nem Mike Games, érted? Mike Reims. Kezdi, ez a Mike megszüntette az izét a blogomat, beköpött az operát, nem operátornál, hanem a supportnál beköpött. Azt mondja, hogy ne aggódjál Mike, mert már megvan a másik blog olda. Mondom, az a nem semmi. De olyan képek vannak fönt, hallod? Hát én ezért le is gyilkolnám. Hát olyan vagy, a barátnőjének a szájához oda van rakva egy ilyen... Mi pénisz? Pénisz? Hát ilyen összetákolt valami innen-onnan vagdalt hülyeség. Fénytel szerkesztette. Igen, igen, biztos, hogy azzal. És büszke rá, akkor van olyan, mit tudom, ilyen májkos tudod, a feje le van vágva a srácnak, vagy az arca, és az oda van rakva valami izének. Hát ezt még nem láttam, majd linkjeltre. Na, majd megmutatom. Hát, ha szerintem az automát örölték. Mert mondta a srác, hogy... Mármint Mike. Igen, igen, hogy foglalkozik vele. De aztán utána most már elvileg nem foglalkozik vele. A hülyével nem kell foglalkozni, idióta. Mármint ő Killer Zoli idióta. Az biztos, hogy... Ja. Az 1000%. Böszme barom. Én nem tudom, hogy most komolyan erre, hogy miért... miért jó ez egyáltalán? Hát csinálja magának a nézettséget. Valahogy kell. De neki ja. Ez a pár ezer forint. Hát az tényleg csak pár ezer forint ehhez. Ah, de olyan szállalmas volt, hogy egy olyan na, ez videója, hogy... Tessék. Hogy GTA 5 kicsomagolás. GTA! Aztán ráírt egy sima a CD-re, hogy GTA 5. Adam próbál vicces lenni, hogy olyan cigányosan beszél. Na de hát neki az eredeti, hát most nem erőltetett. És az a lényeg. Ó, Istenem. Valami robbanni fog, ja? Jó. Na. Megvárjuk a partnert. Maga fogja be. Na, jó, ezek hagyjuk folyanak. Egy pont kifogyott ez a buzeráns. Gránát. Mit csinálsz? Én szétszedtem az embert. Majdnem meg. Mondom, lövöm a látát, aztán leszakad a két köze. Igen. Élet. Pirulodokat a scriptelt jeleneteket, amikor például a Call of Duty-ban fogod, belelősz a tökébe, és aztán a szemeket elvéredni. Meg is érkeztünk. Mit keres az itt a liftben ez az állat? Menj innen!
Aztán visszaszaladt a lista. Büszkegyen. Menekült. Lelépett. Lelépett. Végre egy intelligens lény. Jó. Hála Istennek. Hogy mit kell tenni, ha minket meglát. Azonnal futni. Igen. Jobb is. Legalább akkor csak futunk végig. Csak futunk, aztán ők megfutnak előlünk. Milyen jó lenne futásverseny. Vagy izé, Necromorph vezetné a izét. Need for Speedbe az autót. Mikor nem tetszik neki, ha rádudálsz, és nem tetszik neki, akkor meg kiszáll, aztán lekaszál. Az rá is cseszett bum, az bum, bum, bum. Hát alatta robbant fel az ilyen gránát. Jó, én levágtam a kezét, lábát, mindenét. Már. Na. Mi a fene? Besérültem. Mit csinálsz te odalent? Meg akartam halni. Na, valaki belassított. Belassított. Ja. Na és ehhez mit szóltok? Ezt nyomj egy kút, mert mindjárt megtalsz. Ez lassz! Ezt lassíts be, öcsém. Ja, hát nem kellett volna sok, hogy meghalljak. Nem is hallottam arról, hogy lesz egyáltalán Disface következő rész. Hát maximum, ugye, hát már egyértelműen, hogy majd Next Gen lesz. A baromi jó grafikával megáldva. Akkor hát az... meg más történettel. Akkor azt várom. Már ez ugye letáródott, igaz? Hát a... Kupán lőttem a izével. Vaj, de jól jött ez a pár élet. What the hell? Mi a... Eredetileg inkább az lett volna a helyes, hogy mi a fene. Helyesen fordítás szerintem. Mi a pokol? Ilyet nem szoktunk mondani. Hát olyat nem mondunk, ja. De inkább mi a frás, vagy mi a fene. Mi a franc, nem tudom. Néha szó szerint. Az mit csinálod? Átváltozik. Ja. Nem hagyom. Én meg lelőttem a fejét, hogy teljesen jó. Nincs meg nekünk valamink. Rossz felé megyünk. Ja igen, itt jön a logikai rész. Jaj! Na nézzük ezt a logikai kemény feladatot. Még betölt még ma, remélem. Na hát már megint megtámadott az a szerencsét. Megint ugyanaz! Igen. ez direkt van így szerintem. Ja, hogy ezzel is időt húzzunk, mert mire bejelentkezik ez a lófasz is. Fél óra, mert betölt egy... Na. Mekkora hülyeség ez te? Jézus Isten. Na? Akkor halálra unom magam alatta. Ne, hát persze, hogy nem ott jelenik meg, ahol kéne. Na, most mekkora izé kellett ez már. Ez nagyon nehéz volt. Beleizzadtam. Ja. Hát ebben bizony bele lehet. Jó, hogy nem már, még ez is hátra van. Ez a köszörű. Sok minden hátra van még, addig. Na mindegy, hát majd úgy lesz összehozva. Itt a kis kutatórobot látod? Most megy be. Ó, én meg akkor lett. Na mindegy, menjünk. Na most mi van itt? Be kell indítani a generátort. Yeah. Ó, gyerekek, itt elindult valami nagyon. Gyermekek. Na, már veszem is. Jó?
nyomba kell tartani. Így van. Ki kell engedni a dögöt? Most már ki kell őt. Bar, most. Na. Még nem tudják. Nem, nincs mit lőni. Hát keteket kap lőni. Sok szívét. Ez már szedelünk. Ez meg kifagyott a töltény. Nincs a... Nehogy lesz a ráj! Hát tűnj már, elosztam. Na. Ennyiből is látszik, hogy erősebb fegyverekkel játsszuk a játékot. Igen, sokkal hamarabb megcsinálom. Így van. Ha jól beállt. Sokkal, de sokkal előbb megcsináltuk. Egy dekát nem kellett szenvedni vele. Mennyi volt? 3 lövés talán? Na. Picsába a bolygóval. Nagyon, nagyon kemény a karaktered. Kemény arc. Hát ez ilyen. Na tempó. Tényleg. Mostanában arról attól hangos a sajtó, ugye tudod, hogy a halálos iron vannak a egyik főszerep, ugye meghalt. Ah, pedig én imádtam. Van neki egy filmje, az a neve, hogy Kutya hideg. Ha azt még nem... Azt láttad? Nem, még nem láttam. Na, azt nézd meg tőle. Azt mondják, hogy jó film. Nagyon jó film. Uh-huh. Abban játszott talán a legjobb szerepet. Mert ugye az nem Vin Diesel-le játszotta, meg nem az összes ilyen csapatban, hanem ő játszotta csak. Ő volt a főszerep. Igen, és annyira jó szerepet játszik benne, hogy nagyon. Mm-hmm. Szerethető a személyiség, nagyon is. Aha. Ez egy szimpatikus alak volt, én most sajnálom nagyon. Eltávozott. Pedig még a halálos iromba is nagyon jó szerepet játszott. Hát annyira nem, mert ott nem volt olyan hű de nagy szerepe. De egy-két részben meg egy-két részben ugye több szerepet kapott, meg egy-kettőben meg kevesebbet. Például a második részben ugye... Ott igen, a többet. Uh-huh. Az nekem nagyon tetszett a második rész, lehet többet meg nem, de nekem tetszett már. Nagyon vicces volt. Az olyan humoros volt egész. Én nekem hát az... Léger... nekem mindegyik rész tetszik. Hát mondjuk azért a négy az eleje. Nekem az egészen tetszik, ugye négy. Tehát a... Fú, az a... Na, itt vagyunk, nézd már. Itt a kazán. De begyújtottuk minden. Igen, akkor... igen, akkor lett vége. Addig kell csak elvinnünk. Uh-huh. Ja, de jó, hogy elmondjuk ezt a videóban. Hogy meddig kell nekünk ezt vinni, mindegy. Jó, hát akkor mondjuk el azt is, hogy a videók itt kimaradtak. Igen, egy mert pár videó, és annyira játszottunk, hogy elfelejtettük fölvenni ezt a részt. Vagy pedig fölvettem, és véletlen törölhettem, de azt kétlem. Na de nem baj, mert a lényeget látjátok. Így van. Csak mi látjuk. Többször. De a lényeg az, hogy a szenvedős részt, amikor ott a hajót kellett beindítani, azt átvittük. Uh-huh. Mert azt valami 80-szor próbáltuk újra, mire elsikerült. Na szóval meg ilyenek. A második rész már fent van, meg aktiválva is van, úgyhogy... Láttam. Nézheti, aki akarja. Láttam, én így belenéztem, de elkezdett akadozni valamiért a videó, nekem a mobilon, hát azt hittem földhöz vágom a telefon. Aztán abba is maradt a dolog. Na. Ja. Hogy is kell? Ki kell szedni valahonnan innen. Mhm, igen. És
ezt kell elvinni nekünk oda. Na most már nagyon okosak vagyunk. Így van, most már előre látok. Nem látjátok a kínlódást, legalább. Így van. Már ilyen profik vagyok. Ja, profik. Ja. Annyira profik, hogy meghalunk. Kész, az félre van dobva. Hol a generátor? Hova lett? Még már. Na, úgy eldobtam, hogy nem, nincsen meg a generátor. Ezt jól eldobtam, hallod. Leesett. Mindjárt megfogok. Én majd itt fentül. Ne. Ja, ne. Hát már lefelé, te barom arcú. Ez itt kaszál, mint az állat. Egyre nehezebben veszem a levegőt. Csipkednek a tüskék. Nem tudok fiatta. Yeah! Ott van. Na, tedd már be. Na, most mehetünk befele. Az igen, miért lenyomott neki? Jaj, mi? Levágtam. Már megint? Jaj, megint másztuk le a létrát. Gyere, mert kampókéz meg itt ennek kaszál. Hát én rám is támad. Ez, ez meg mit csinál itt? Helyben futás. Na. Ezt hittem egyszerre halunk meg. Már megint? Igen, mert pont ahogy felélesztettél, azonnal megcsapott. Megcsapott a kezében. Én már mászok, engem nem érdekel senki. Most én vagyok, majd fasz. Én nem láttam. Még van? Akkor tör. Itt van. Menj onnan. De ott a szörny. Pedig nem voltál a lépcsőn, ez a lépcső. A lépcső létre. Lépcső létre? Jó, az milyen fajta szerkezet? Nem tudom. Előttem a térdét és nézeget a faszit. Na, tegyük be a helyére a gencsit. Tegyük be a helyére a gencsit, érted? Nem megy ám a helyére a gencsi. Érted? Megy ám minden fele, jó tett a helyére. Engem ne idegesítsen. De neked meg egyből odafordul, aha. Hogyne. Ja. Hajra, segítek egy kicsit. Belövöm. Menj már oda. Ádám, és támadatom. Hát ez nem igaz. Na, hát ugyan már. Mindjárt elveszem. Na. Álljál már bele a kurva nénikétbe. Menj már oda bele, bazen, bele vagdallak oda, úgy. Érted? Úgy ment bele, hogy oldalról. Innen ment, innen. Honnan? Bele kell, hogy pattanjon, hát. Na, milyen onnan? Valami oroszlán? Onnan. Hú, várjál, mert itt van tud. Még tök feleslegesen szeregetjük össze, amúgy. Mert úgyse így nem megyünk. Ja, de meg lesz minden, nem? Hogyha amit összeszedünk. Várjál, mert jön Miska bácsi. Na. Rátekedtem magát. Igen, már intézem. Na. Az a fegyver egy nagy lószal. Az nem jó, nekem ez nem tetszik. Az a klasszikus, a kedvencem. Ez az örök fegyver. Jól felfejleszted, aztán arany. A izé is van benne, ilyen kéz. Ami ilyen szuper fegyver.
Tudod, van ez a szavazókéz, vagy mi a szar az? Ilyen műanyag. És fel lehet húzni a kezedre, és mutat így ilyen fegyverszerűen. Na, nem tudod, mire gondolok. Én nem láttam olyat. Elberi van benn. Azzal viszont nem kell lőni, az csak ilyen bugyog, vagy mit csinál. Bugyog. Aha, olyan hangot ad, mintha bugyogna. Ja, nem arra. Indítsuk gyorsan. Jaj, hagyd már békén. Na, én maradok itt. Te menj oda. Elindítottam. Jó, 4-es. Erezd a gőzt. Ereszteném. 3-as. 3-as. 1-es. Kettes. Ez nagyon nehéz kitalálni. Ja. Volt olyan játék, amiben nekem kellett megfejtenem a kódot. Le kellett írnom, 4 számjegyű kód volt. És leírtam mindenfajta kombinációját. Azt hittem rosszul leszek, mire végzek vele. Ugye, mert annak is van egy csomó kombinációja. Nem tudom, nekem is úgy rémlik ez a dolog, amit mondasz.